Nem tehetsz arról, hogy milyen helyzetbe kerültél. Nem tehetsz arról, hogy bezártak téged mondjuk a harmadik emelet négybe. Nem tehetsz arról, hogy maszkot kell már akkor is venni, mikor a munkahelyedre belépsz, és minden fél évvel próbálnak lekorlátozni és elzárni téged, nem tehetsz róla. Mert egy olyan rendszernek a fogaskereke vagy, ahol javasolják, hogy ezektől a másképp gondolkodóktól, ezektől fordulj, ezek szektársok, ezek nem a földön járnak, ezek csalók, ezeket ne kövess, gyere, itt gyere, ezt pakoljad napi 8 órában. Tulipöst vagyok, itt ilyen önellátás Facebook csoport. Ezt előbb-utóbb a Facebook ugyanúgy el fogja hallgattatni, mint ahogy elhallgattat másként gondolkodó embereket. Egy olyan országban, egy olyan világban élünk, ahol meg lehet mondani, hogy mit szabad gondolni, és mit nem szabad. És lehetséges, hogy egy jobban sikerült előadásom után, majd reggel jön a fekete autó tanár. Mi lesz, ha nem veszem fel a munkahelyemen a maszkot? Mi lesz, hogyha megmondom a főnökömnek, hogy ne lihegjen a nyakamba, miközben az Excel táblázatot töltöm? Mi lesz, hogyha engem ki fognak rúgni, hogy adok enni a gyerekemnek? Ez mind-mind a villanypásztor. Ez mind-mind a rendszernek a mocsoksága, amivel téged bent tart körön belül. Amiért üldözött életforma az 50-es évek óta, amiről én beszélek. Amiért a földtörvényből, hogyha te kinézel magadnak egy tanyát, Pest megyébe 14 hónap telik el, mire a te neveden lesz. 14 hónap szembeszél, és mindenféle bizottság, és minden mezőgazdasági vállalkozó, tudod, a zöld póló nagyhas pick-up. Eldönti majd, hogy nem kell, legyen az övé. Addig 14 hónap őrlődés és kétségek vannak. Általában, hogyha a tanyát a kedvezőtlen földtörvény és az 50-es éveket idéző jogi szabályozás miatt nagy gazdák, akik mezőgazdasági vállalkozók mennek, és akkor nézegetik a több száz hektárjaikat, ők elővásárlási joggal így le tudják csapni a kezetekről. Ha ez megtörténik, akkor lebontják és felszántják az egészet, és akkor bevonják mondjuk egy 50 hektáros tagba azt a kis tanyát. Megölve ezzel egy hungarikum életformát, hiszen az alföldi tanyás térség és az ott való élet az bizony a hungarikumok listáján rajta van. Ha sikerül mindenféle trükkel kicselezni ezeket az embereket, és a tanya mégis gazdát cserél, akkor 10 tanyából 9, a tavalyi statisztika alapján hobbi, illetve kedvtelési célokat szolgál. És amivel a legjobban meg tudnak kötni, amivel a legjobban a munkahelyedre tudnak kötni, az a hitel. És soha nem vennék fel semmilyen hitelt. Soha. Mit csinál az erdő? Fordítottját csinálja, mint mi. Pont úgy van, mint az összes keresztény vallás és a Biblia. Pont a fordítottját magyarázzák. Pont a fordítottját tanítják. Én gondolom, hogy nem véletlenül nézed, vagy hallgatod, vagy jössz el személyesen, hogyha éppen a hatalom megengedi. Nekünk hívő embereknek, keresztény embereknek, ha már gyűlölöm ezt a szót, hogy keresztény, a politikai kereszténység miatt, meg a vallások miatt totálisan lejáratják az egészet, nekünk sok minden meg van ígérve, sok minden. De egy valami nincsen. A holnapi nap.